A legutolsó mondata a polgármester úrnak azt célozta meg, hogy azért is lenne nagyon fontos, hogy az elmúlt évekhez képest most nagyobb sikerrel járjon a központi költségvetésbe benyújtott kanizsai ötletek megvalósítása, szép hosszú mondattal élve, mivel jelentős összeget vonal a kormány a várostól. Így van, minden eddiginél nagyobb összeget vonnak el a saját bevételeinkből, illetve nem adják vissza továbbra sem azokat, amiket korábban elvették, de azt ígérték, hogy vissza fogják adni. Ez azt jelenti, hogy a szolidaritási hozzájárulásunk az olyan 830 millió forintról jövőre 1 milliárd forintra emelkedik. A gépjármű adó 200 millió forintja, amit ugye a gépjármű vezetők, tulajdonosok befizetnek, és az utakra kéne költenünk ezt továbbra sem adja vissza a kormány. Ez ugye a 40 a volt egyébként az összbevételnek, a többi ott maradt, volna, ott maradt, korábban is az államnál, most az egész ott marad az államnál. Ez 200 millió, tehát 1,2. Plusz még kitalálták, ugye, hogy lesz ez a járási alap, ahova a város iparűzési többletét be kellene fizetnünk. Ez is akár 200 millió forint feletti összeg lehet Nagykanizsa esetében. Így összesen megközelítjük az 1,5 milliárd 1500 millió forintot, ami rengeteg pénz, ha ez a pénz itt maradna a városban. Ez a pénz 2019-ben még mindig itt maradt a városban, akkor még nem voltak ezek az elvonások a városok felé ilyen mértékűek. És itt nem csak Nagy Kanizsáról beszélünk, hanem az összes nagyvárosról, illetve iparúzési adóval rendelkező településről. Na szóval ez itt maradna rengeteg-rengeteg fejlesztést meg tudnánk csinálni ebből a városban egy év alatt, és rengeteg sok mindenre lenne pénz, és a szolgáltatásokat is a város üzemeltetés is sokkal magasabb szinten tudnánk ellátni. Mivel ez nincs, mivel úgy látjuk, hogy erre a kormány nem hajlandó továbbra sem, ezért fordultunk ismét idei évben Verta Krisztián képviselőtársam jó voltából a parlamenti képviselőkön keresztül az országgyűlés ben a költségvetés vitájában jav módosító javaslatokat kívánunk benyújtatni a képviselőkkel, mégpedig az arra vonatkozóan, hogy ezeket a fejlesztéseket, amiket, amiket leírtunk ebben a levélben, és ezt Cseresny és Péter képviselő úr számára is eljutatjuk, hogy tisztelettel kérjük őt és a, a, képviselőket, hogy támogassák ezeket a fejlesztéseket, vagy ezek egy részét, hiszen olyan, olyan létfontosságú dolgok vannak benne, amik a magyar állami költségvetésben nem túl nagy jelentőséggel bírnak, de nekünk itt helyben nagyon fontos pontosak lehetnek. Rövid kérdés, hogy mik azok a pontok, amik fent vannak a listán? Ugye ahogy végighallgattuk a sajtótájékoztatót, azért nagyon olyan sok szegmens előjött, amelyek közszájon forognak, tehát tényleg olyan problémák, olyan felújítási célok, amiket szerintem minden kanizsai támogatna. Abszolút, hát ugye leginkább az út és járda felújításokat, ha úgymond első helyre vehetem, hiszen, hiszen rengeteg rossz állapotban lévő e, útunk van, akár belterület, akár külterületet érintően, e, és ebben jön egy másik probléma, például ugye a peremterületeknek a fejlesztése, akár látóhegy, akár fölhénc, de sorolhatnám gyakorlatilag az összeset. Ezekre is egy olyan fejlesztési listát állítottunk gyakorlatilag össze, azt kívánjuk beadni, hogy beadtuk az országgyűlésbe, ami az ott élőknek a, a minőségén is tudna javítani, hiszen gyakorlatilag már közgyűlésről közgyűlésre fog találkozhatunk ezzel a problémával, hogy ugye az út nem jó ott, a csatorna nem jó ott, a világítás nincs. Tehát ezeket mind meg kell valósítani természetesen, de hát az önkormányzatnak ugye erre saját forrása ereje nincsen. Ezért is élünk mindig ezzel a lehetőséggel, hogy a központi költségvetéshez benyújtsunk a város érdekében módosító javaslatokat amiket uh, talán, talán, végre egyszer támogatni fog a kormány, hanem most akkor majd 2026 után egy, egy olyan felálló kormány valóban törődni fog remélhetően Kanizsával, de hogy a listára visszatérjek még ugye az út és járdafelújítások peremterületek fejlesztésén kívül természetesen a vízi fejlesztése egyik kiemelt téma. Szeretnénk megvalósítani egy körforgalmat a dózsa hevesi kereszteződésben, hiszen egy kiemelt pontja a városnak bevásárló szempontjából, pontból is, illetve hát a, a, ki- és bemenő forgalom tekintetében is, és ebből kifolyólag rengeteg baleset is van abban a kereszteződésben. Ez egyébként meg a rendőrségnek is az egyik javaslata, hogy, hogy ott körforgalom épülhessen. Nem említhetném még a építési programot, amivel kázi egy minta városává kívánnánk tenni Nagy Nagykanizsát, hiszen folyamatosan tapasztaljuk azt a hatalmas mértékű túljelentkezést, ami, ami egy, egy bérlakási kiíráskor jelentkezik. Ezzel szeretnénk enyhíteni mind a kanizsaiak problémáján, mind pedig vonzóvá tenni esetleg ugye a fiatalok hazatelepülése szempontjából is további kiemelt témaként említhetném a, a akár mondjuk a csónakázóta és a mindenki sportpályra fejlesztését, energetikai korszerűsítés, hiszen látjuk, hogy folyamatosan nő azoknak az ingatlanoknak a száma, ez leginkább házakat jelent, akik küzdenek a, 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 azzal, hogy egyre rosszabb állapotúak a, az ingatlanjaik. Régen volt ugye erre is állami támogatás, állami forrás, jelenleg ez sincs, mi szeretnénk egy lépést területenni, hiszen egyre több, több lakóközösségnek okoz ez problémát, hogy a társasházat korszerűsíteni tudják, pedig hatalmas igény volna rá, ebben is szeretnénk a kormánynak a segítségét kérni, de hát említhetném még a déli elkerülő út megépítését, amit ugye Lázár János miniszter úr még a választások előtt beharsonázott, hogy na most aztán már tényleg, de hát ember is látjuk, hogy még gyakorlatilag semmi nem történt. Úgyhogy számos olyan tétel szerepel a listánkon, ami, ami mind a kanizsai polgárok életminőségét javítaná. Szeretnénk, hogyha a képviselő úr is, országgyűlési képviselő úr is végre magáinak érezni ezeket a problémákat.